Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak ma az aszcendensben, akkor megtudhatják, mit ígérnek a csillagok a következendő hetekre. Megtudjuk, hogy milyenek is az ikerjegyű emberek, milyenek a népszokások, babonák, amiket mindenképpen érdemes szem előtt tartanunk, ha mondjuk meg akarjuk tudni, hogy ki lesz a párunk. Ezen kívül Mazák Katalintól kapunk szépségápolási tanácsokat, találkozhatnak Miló Andrással, illetve a mentálhigiénéről fogunk beszélni. Tartsanak velem! És akkor most lássuk, hogy mit ígérnek a csillagok a következendő hetekre, de ne felejtsük el, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz, tehát ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, lehet elősegíteni. A csillagok csak irányt mutatnak. És mindenképpen maradjanak itt azok is, akik arra kíváncsiak, hogy milyenek az ikerjegyű emberek. Kos. Vegye figyelembe, hogy nem mindenki olyan szemüvegen keresztül nézi a világot, mint ön. Legyen türelmesebb, ha olykor furcsán, értetlenül néznek okfejtéseit hallgatván. Mindenkivel megtalálja a megfelelő hangnemet, csak türelem kell. Bika. A halogatás nagy művésze, de most muszáj, hogy összeszedje minden akarat erejét, és mindent a cél érdekében összpontosítson. A siker garantáltan nem marad majd el. Ikrek. Figyeljen párkapcsolatára, nagyon sok probléma van már a szőnyeg alatt, ideje lenne nagy takarítást rendezni. Esetleg felülvizsgálni, hogy valóban ez-e az a kapcsolat, amire vágyik. Rák. Legyen kicsit lazább mostanában, túlságosan mindent a lelkére vesz, ami folyamatosan stresszben tartja. Helyezze a dolgokat fontossági sorrendbe, és így döntse el, hogy mind kell feltétlenül sokat morfondírozni, a többit pedig hagyja menni a maga útján. Oroszlán. A következő hetekben sok furcsa helyzet alakul, de mindegyikből jól tud kijönni, ha lassít a tempón és a részletekre helyezi a hangsúlyt. Apróságokon is múlnak a nagy dolgok. Szűz. Kellemes, megnyugtató időszak következik, esetleg egy hosszabb utazás, de minden rendben megy majd. Élvezze ezeket a relaxálásra is alkalmas heteket, és töltődjön föl. Mérleg. Minden porcikájával tiltakozik most a változások ellen. Viszont ha nem hagy teret az újnak, pont ezek miatt lesz a legnagyobb változás, és összedől az eddigi kényelmes kis világa. Skorpió. Olyan új lehetőségekkel ismerkedett az elmúlt időszakban, amik végre kezdenek kibontakozni is. Minden terve megvalósulásához kaphat kulcsot. A következő időszak nagyon alkalmas a spirituális fejlődésre is. Nyilas. Eljött az ideje, át kell értékelnie kapcsolatait. Nem csak a társához fűződő viszonyában, hanem általában a baráti-családi kapcsolataiban is vannak, amiket át kell gondolnia és újraértelmezni. Bak. Előfordul, hogy sokkal többet vállal, mint amennyit elbír. Ennek következményei is vannak, nem csak az, hogy kimerült és fáradt lesz, hanem sok türelmetlenkedőt is meg kell majd nyugtatnia, de ez önnek sincs sok türelme. Vízöntő. Kár úgy tenni, mintha mindenért más lenne a hibás. Érdemes az embernek néha körbenéznie a saját házatáján is. Persze a legnehezebb azt beismerni, ha mi tévedtünk, vagy mi rontottunk el valamit. Halak. Kicsit pihenjen, és hagyja, hogy a dolgok megoldják saját magukat. Mostanában azon túl, hogy próbálja mozgatni a dolgokat, nem tud tenni túl sokat. Ezért jobb is, ha nem aktív, mert a tevékenykedésével esetleg többet árt, mint használ. Az ikrek jegyű ember rendkívül kíváncsi. A legmozgékonyabb fizikailag és szellemileg, minden érdekli, mindent meg akar ismerni, mindent tudni akar, nagyszerű kereskedők, riporterek, újságírók, hordószónokok, ügynökök, az ikrek mindenütt ott van, és semmire nincs ideje. Az ikrek örökké lót, fut, szalad, és éppen ezért sok mindenről lemarad. Dr. Pál István hozza nekünk az aktuális népszokásokat, babonákat. Figyeljünk, hát ha valamit tudunk belőle hasznosítani.
Bizonyára mindenki tudja, hogy június van. Véget értek azok a nagy vallási ünnepek, amelyekhez különböző népszokásokat, dramatikus népszokásokat szoktunk volt kapcsolni, ilyen a húsvét meg a pünkösd. Most már elérkezett a dolgos hétköznapoknak az ideje, a gabona szárba szökkent, nem sokára aratás lesz. Nagyon érdekes, hogy ez a hónap a mezőgazdaságra nagyon sok veszélyt jelent az időjárás szempontjából, hiszen ha esik az eső, akkor úgy tartják, hogy derülték bőség, sár szükség. Tehát a gabona nem tud beérni, megrohad, és az embereknek a jövő évi tápláléka kerül veszélybe. Az első olyan jelentős nap, amelyik ehhez is kapcsolható, június 8-a medár napja, amelyik az utolsó fagyos szent, bár ilyenkor már a fagy nem szokott kárt tenni a termésbe, eléggé megerősödtek a palántok, megerősödtek azok a termények, amelyeket elültettek. Időjósló és olyan nap, amikor a termésnek a mennyiségét is meg tudják határozni, meg tudják jósolni. Azt tartják, hogyha 40 napig, ha a medárkor esik, akkor 40 napig eső lesz, és ez az eső sajnos tönkretelti a termést. A következő olyan napunk, amelyik megint jelentős, bár nem olyan rituális szempontból, mint az előbb említettek, ez a 13. Szent Antal vagy Antal napja. Szent Antal egyébként a szembetegségben és az Orbánc betegségben szenvedőknek a oltalmazója. Az Orbánc sokkal többször leselkedett veszélyként az emberekre, mint manapság, hiszen sokan mezítláb járkáltak a tarlókon vagy kint az utcákon, és könnyen fertőzést kaphattak, megsebezhették a lábukat, és ez lobbal, tehát tulajdonképpen vérmérgezéssel járt, és ha nem kezelték időben, akkor meg is halhatott az ember. Szent Antal tüzének szokták volt nevezni azt a lobot, ami az embernek a lábán ilyenkor keletkezik. Szent Antal egyébként a óvó személy, aki a gyerekekre is ügyel, és sokan éppen ezért Szent Antalt ábrázoló amulettet vagy nyakláncra való érmét hordtak magukkal, hogy az Orbánctól megmentsék az embereket, vagy megóvják az embereket. Ami még érdekes Szent Antalnál, hogy férjósló és szerelemvarázsló nap is. A délvidéken volt szokásban az, hogy eladósorban lévő lányok este lefekvés előtt egy tükröt tettek az ágyuk mellé, majd amikor reggel fölkeltek, azon átléptek, és csodák csodájára meglátták a tükörben a jövendő beléjüknek a portréját, ami úgy elég érdekes dolog lehet úgy fölkelni, hogy valaki mást látok a tükörben. Szent Antal után a következő június 24-i, ami igazán Európa szerte jelentős varázsló és minden egyéb cselekményeknek helyet adó ünnep, ez a Szent Iván ünnepe, Szent Iván éjszakája. Ez a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ünnep. Különösen a balti, illetve a szláv népeknél van még mai szokásban, hogy tüzet gyújtanak. A tűz ugye tisztító szereppel is bír, tehát aki háromszor átugorja a Szent Ivánkor gyújtott tüzet, ahol összegyűlik a település apraja nagyja, és nagy mulatságot, evést-ivást rendeznek, annak a szerelme az bőséges, vagy szerelme az kiteljesedik, bőséges gyerekáldás lesz, különösen ha párjával kézen fogva ugorja át ezt a tüzet. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon ez nagyrészt feledésbe merült már ez az ünnep, míg az északi népeknél élő, ma is a mindenki által gyakorolt tűzgyújtási ceremóniának a része. Magyarországon általában almát dobtak a tűzbe, azért, hogyha az megpirul, vagy megsül, utána kikaparták, leporolták, vagy leszették róla a kormot, megették, ez gyógyhatású, tehát védte az embereket a különböző betegségektől, és ha egyéb más gyümölcsöket is beledobáltak a tűzbe, akkor arra emlékeztek, hogyha valakinek abban az évben elhunyt gyerek
gyereke, akkor őt tisztelték meg ezzel. Bizonyára sokan láttak olyan fényképeket, amikor szőke kislányok virágból font koszorúkkal a fejükön járkálnak. Ezt Szent Ivánkor szokták volt csinálni. Ezt a koszorút Szent Iván napja után felakasztották a háznak az üstökére, vagy a háznak az ormára, és egy évig megóvta a tűztől a házat. Egyébként a Szent Iván ünnepe manapság ismét fellendülőben van néhány olyan településen Magyarországon is, ahol szláv lakosság él, meg néhány skanzenben is felelevenítik ezt az ünnepséget. Ehhez kapcsolódik egyébként általában a múzeumoknak egy olyan éjszakai programja, ami ezt az időszakot eleveníti fel. Még egy olyan napot kell említenünk utolsóként júniusban, amely mindenképpen az aratási szokásokhoz kapcsolódik. Ez a június 29-i Péter Pál nap, amikor úgy tartják, hogy megszakad ekkora a gabona töve, és elkezdődhet az aratás. Érdekes ellentmondás van, hiszen június 29-e Péter Pál nap dorogtiltó nap, de mégis az aratás kezdete. Ilyenkor rituálisan néhány kasszasuhintással levágnak egy-két kéve gabonát, és utána abba is hagyják a munkát, hiszen ekkor nem szabadott ezt használni, vagy ezt folytatni. Ami még érdekes Péter Pál napján, hogy nem szabad késsel almát enni. Így tartották a délvidéki parasztemberek, hiszen akkor a jég elveri a termést. Hát ha valakinek, nehogy Isten, mégis almára van gusztus, akkor harapja az almát, mert késsel nem szabad. Akinek nincs foga, az reszelje és úgy egye meg az almát. Most azok figyeljenek, akik szépülni szeretnének, mert Mazák Katalintól, ahogy már megszokhattuk, szépségápolási ötleteket, tanácsokat kapunk. Milyen kezelést kap ma a kedves modellünk? Egy tisztítókezelést találtam ki mára, és egy olyan tisztítókezelést, amit jobban szoktak szeretni a vendégek, mert ez ezúttal nyomkodásmentes, tehát pont a legkellemetlenebb rész maradt ki belőle. Ez azt jelenti, hogy olyan valaki jöhet, akit egyébként sem kellene nyomkodni, vagy hogyan fognak kitisztulni a pattanások helyei? Ez egy hosszabb távú bőrmegújítási program, ugyanis itt nem egy alkalommal nyomkodjuk ki a miteszereket, pattanásokat, hanem elindítunk egy bőrmegújítási funkciót, és ahogy újul meg a bőr, és hoz egyre szebb és szebb réteget létre egy gyors megújítás kapcsán, azáltal fog szépen megtisztulni alkalomról alkalomra. Hogyan történik a kezelés? Első fázisban egy mikrodermabráziós csiszolással indulunk. Ez nagyon szépen lehámlasztja a felszínét a bőrnek. A második lépésben egy hidroadermabráziós kezeléssel folytatjuk. Itt tulajdonképpen szintén hámlasztunk, pórusmélységig tudjuk megtisztítani a bőrt, de egy sokkal enyhébb hámlasztási módszer, mint a mikrodermabrázió. Úgy is el lehet képzelni, mintha egy durvább csiszolás után egy finom polírozással folytatnánk a történetet, és ebben a fázisban nagyon intenzíven hidratáljuk is a bőrt. Majd mindezek után egy nyugtató pakolással zárjuk a kezelést, hiszen igénybe vesszük közben a bőrt, kipirulhat. Érzékeny bőrűeknél akár intenzíven is kipirulhat a bőr, ezért zárom nyugtató pakolással, amihez most egy kristálymaszkos pakolást választottam, illetve alá egy krémmaszkot tettem még fel, egy oxigenizáló krémmaszkot. Egy ilyen kezelés után élheti-e az ember a normál hétköznapi életét, vagy van valami, amire vigyázni kell, oda kell figyelni? Mivel fokozottan megújítjuk a bőrfelszínt, ezért a nappal óvatosan kell bánnunk. Minden nap erős fényvédőt kell használni, illetve a napozást kerülni a kezelés időszakában, hiszen ezt kúrakezelésként szoktuk alkalmazni, heti-kétheti ismétlésekkel, illetve az utolsó kezelést követően még egy hónapig óvatosan a nappal, és azt követően fokozatosan szoktatjuk majd hozzá a naphoz a bőrünket. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk nyári időszakban történik egy ilyen kezelés, akkor ugye magas fényvédőfaktorú krémet kell használnunk, de akkor is, ha csak a
mondjuk a munkahelyre megy be valaki, tehát mondjuk egy 10 percet van a napon? Nyári időszakban ezt a fajta kezelést teljes mélységében nem szoktuk alkalmazni. A hidroadermabráziót azt lehet, a mikrodermabráziót azt ki szoktuk hagyni ebből a kezelésből nyáron, illetve tavaszi időszakban. Amikor már mehet a mikrodermabrázió, vagy alternatívaként egy savas hámlasztás első lépésben, az az őszi-téli időszak. És természetesen a fényvédelem az mindenképpen kell a hidrodermabrázió mellett is, télen-nyáron, tavasszal-ősszel egyaránt. Van-e olyan bőrtípus, akinek ezt nem ajánljuk, vagy valami olyan bőrelváltozás, amivel nem ajánlott ez a kezelés? Tehát abban az esetben, hogyha bőrgyógyászati esetről beszélünk, olyan aknékről beszélünk, akkor természetesen nem kezeljük a bőrt. Ami még kizáró ok lehet, hogyha valakinek nagyon eres rozáciás a bőre, bizonyos stádiumú rozáciák esetén sem javasolt ez a kezelés, illetve bőrbetegségek esetén nem szoktuk javallani, egyéb esetekben alkalmazható. A tinédzser korban ugye nagyon sokat küszködnek a fiatalok a mindenféle pattanásokkal. Őnekik a koruk miatt már lehetséges-e ez a kezelés? Igen, sőt, kifejezetten ajánlott abban az esetben, ha nem olyan jellegű aknéjuk van, ami kozmetikus által nem kezelhető. Őnekik mit tudunk ígérni? Hány kezelés szükséges ahhoz, hogy elviselhetőbbé váljanak, hiszen egy kamasz nagyon zavarnak a pattanások? Egy folyamatot indítunk el, alkalomról alkalomra fog egyre szebben letisztulni a bőre, azt tudjuk neki javasolni, természetesen megfelelő otthonápolással kiegészítve, körülbelül egy bő hónap, két hónap alatt jelentős változást tudunk elérni, és onnantól kezdve ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk tartani, hiszen folyamatosan dolgoznak a hormonok, folyamatos változásban van a szervezete, ehhez folyamatos otthonápolást megtartva havi szinten egy alkalommal találkozunk bent a szalonban, és ott szinten tartó kezelésekkel nagyon szépen tudjuk megőrizni ezt az állagot. Mit jelent az otthonápolás ilyen esetben? Egy három lépésből álló dolgot napi szinten. Letisztít, tonizál, és azt követően megfelelő krémmel ápolja a bőrét, illetve a fényvédőt használja a nappali időszakban, és még egy dolgot kell hozzá kiegészítésképpen, hetente egyszer átradírozza finoman egy otthoni radírral a bőrét. Az elmúlt adásban elkezdtünk egy beszélgetést Miló Andrással, most ennek a második része fog következni, amiben arról mesél nekünk, hogyan tudja összeegyeztetni a mindennapi életét a sporttal. Egyébként miért ajánljuk a gyerekeknek a mozgássportokat, illetve tehát ezeket a fajta küzdősportokat? Hát ez a küzdősportok azért, mert itt sokrétű, tehát például megtanulja magát megvédeni, mert azért aki már itt egy héten háromszor iparszerűen verekszik, az először is nem lesz agresszív. Mert itt ugye megszokja, hogy egy adott területen, csak adott területet támadva, bíró egyetlen szavával megállva, úgy bunyózik, tehát megszokja azt, hogy ez nem agresszió, nem gyilkolás, nem verekedés, hanem ez sport. Ez mozgás, ez harc. Most a harcot én a jó értelemben, a nemes értelembe veszem. És kérem szépen, akkor ez a gyerekből kiviszi az agressziót, tehát kibunyózta magát, már nem lesz kedve még valahol verekedni, valamelyik utcasarkon. Viszont ha atrocitás éri, akkor... Viszont ha megtámadják, akkor nagyon-nagyon meg tudja védeni magát, és nagyon gyorsan, és nagyon hatásosan. És a tanulásra milyen hatása lehet ennek a sportnak? Ha egy emberi szervezet nem mozog, akkor nem olyan az oxigénellátása, és akkor már nem is kell tovább mondjam, ha nem olyan az oxigénellátás, nem olyan az agyműködés, tehát mindenképpen én mindenkinek azt ajánlom, hogy a gyermeke a tanulás, a számítógépezés, a nem tudom mi mellett, tessék bármit, nem azt mondom, hogy kung-fut, bármit. Nekem az unokáimnak például megvan szabva már, hogy mennyit gépezhetnek. Apjuk, anyjuk beszabta, hogy ennyi, most nem tudom a penzumot, de beszabta, hogy ennyit lehet utána maski az udvarra.
Hát így kéne mindenkinek, igen, 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 igen. Az Egyesület miért jött létre? Hát miért jött létre? Hát annak idején mondom, az egy divathullám volt. Divathullám volt, hogy mindenki csinálta, a gyerekeim is kitalálták, hogy ők akarják csinálni. De most én eleve sportos családból származtunk, mi már az apám, a nagyapám is boxolt, pankrációzott, nem tudom, mit csinált. És akkor elkezdtek kickboxozni Csimpinél, elmentünk, és ő tudta, hogy értek, akkoriban jött be, hogy ott kell egyéb harci dolgokat is csinálni, tehát nem csak ütni, rúgni, hanem földrevitelt, föltartokat is. És megkért, hogy segítsek neki, mert tudta, hogy értek hozzá, tudta, hogy értek a bunyóhoz, nemzetközi ökölvívó bíró vagyok. És akkor csináltunk először egy közöset, aztán nem összeveszés, hanem egészen másokból csináltunk. Maradt ő a kickboxnál, én meg elmentem a kung fu irányába, mert én nagyon sokáig kim voltam a Szovjetunióban abban az időben, egy véletlen folytán kikerültem egy tanfolyamot megtartani, és aztán ott ragadtam úgy, hogy volt egy 5-6 év, amíg többet voltam ott, mint itthon, és ott tanultam meg a kung fut, mert akkoriban még Magyarországon nem volt, ott tanultam meg ezt az én szakágamat, és aztán azért mentem el ebbe az irányba, mert nekem ez azért jobban tetszett, mert ugye maga a kickbox, amit akkor csináltunk, az csak versenysport. Ott mit tudom én, 6 évestől, 20 éves, 25 éves pedig ment, és kész. Tehát annak nem voltak ezek a hátsó mentális dolgai, ami a kung fu-nak van, és én nekem ebbe voltam szerelmes. Lelki egészségünk, a mentális higiéniánk ugyanolyan fontos, mint bármelyik más életterületünk, bár mostanában kezdünk igazából ráfókuszálni a lelki egyensúlyunkra. Hát nézzük, hogy miben tud nekünk segíteni ez a tudomány. Mi ez az új program Nyíregyházán, miért jött létre és mi a célja? A Tabula Plaza Alapítványnak 2004 óta fontos küldetése, hogy a társadalom legkisebb egységét, az egyént felkészítse arra, hogy tudatos tagja legyen a teljes egésznek a társadalomnak. Ennek részeként számos olyan programot szervezünk, amiben az egyéneket a saját lelki egészségünkön keresztül és a saját tudatos életvitelükön keresztül tanítjuk meg arra, hogy hogyan lehetnek tagjai a társadalomnak aktívan. A lelki egészséget lehet tanulni? Így van, úgy gondoljuk, hogy ha az ember tudatosan alakítja a saját belső energiáit és a belső működését, akkor tudatosan tudja irányítani az életének a többi szegmensét is, akár a pályaválasztástól, tehát az önmegvalósítás teljes pályájától egészen a család tudatos alakításáig mindent tanulni lehet. A programunk azt a célt szolgálja, hogy azokat a területeket végigjárva, azokat a témákat végigjárva, amelyek az egyéntől a mi-ig, tehát a közösségig, a család alapításáig témaként megjelenhet az életében. Ezekhez szakembereket hívunk, és előadásokra, beszélgetésekre invitáljuk azokat, akiket az egyes általunk felvetett témák érdekelhetnek. Ez mit jelentett? Például adnak tippeket, tanácsokat, módszereket, hogy hogyan találhatjuk meg az ideális társat, vagy hogy tudjuk, hogy valaki nekünk az ideális társunk-e? Így van, hát a programsorozat első szakaszában életvezetési tanácsadó mentálhigiénikus szakember fog segítséget nyújtani abban, hogy hogyan tudja az ember a saját életét kiteljesíteni, hogyan tudja a saját életét úgy alakítani minden területen, a párkapcsolatában, szülői szerepekben, különböző szerepekben, hogy tudja úgy alakítani, hogy minden szegmensben kiteljesedjen. És utána pedig a programsorozat következő részében tippeket adunk a párkapcsolatok alakítására, akár a programsorozat vége felé az újrakezdésre, hogyha valaki egyedülálló szülőként kénytelen újrakezdeni az életét, hogy abban hogyan tud tudatosan kiteljesedni, és hát szeretnénk dúlával, különböző szakemberek bevonásával az anyaságra felkészíteni, a családi szerepekre felkészíteni az egyént, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez az alapja annak, hogy a társadalmunk egész egészségessé váljon, hogy az egyén és a körülöttel élők környezetében is tudatosan működjön.
Érdemes olyanoknak is ellátogatni a programsorozatra, akik már túl vannak a gyerekvállaláson, és mondjuk éppen a tinédzser gyermekeikkel próbálják a hétköznapokat túlélni? Próbálunk, igen, minden területre szakembereket bevonni. Szeretnénk egészen a csecsemőkortól, sőt a születést megelőző időszaktól szakembereket bevonni abba, hogy hogyan tudunk segíteni akár a gyermekeink lelki egészségének az alakulásán is. Szeretnénk pontos képet rajzolni a résztvevőkkel közösen arról, hogy mit tehetünk mi a saját lelki egészségünkért, és hogyan segíthetünk a gyermekeinknek elérni akár a lelki egészséget. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. A viszontlátásra!